történetem, már nem készültem, csak most hallottam, hogy lehet ilyeneket mondani. Ez egy gyerek előadás, és nagyon sokat jönnek szülők csak kísérőként. És noha 10 év a utolsó korhatár, igen gyakran jelennek meg 6, 5, 4, 3, és én, hogy csak járni és beszélni tudó gyereke. És a nagy harc után, ami a Maugli és a Tigris között történik, spoiler, Maugli nyer, kifeküdve ott feküdt a Tigris színpad elején, és az első sorban egy kisfiú kivette az ujját a szájából, és megkérdezte teljes csöndben, kristálytiszta, hangos gyerekhangon, hogy meghalt a kígyó? Így kellett folytatni. Köszönöm szépen, szép napot kívánok! Mert ti is mindjárt énekelni fog. A nem minden az, aminek látszik című rovatunk következik. Ugyanis ki gondolta volna Karácsi Zoltánról, hogy le tud menni Spárgába? Csinálhatod bátran, de hogy ki gondolta, hogy le tud menni Spárgába az Zoli? Senki, mi? Egy hölgy. Meséld el, hogy történt ez Zoltánom. Mind a hárman ott voltunk. Minden évad nagyon vidáman kezdődik felújító próbákkal, és itt most ugye már hárman vagyunk sírkának ettől a szévattól kezdve, és Kövesi Zsombak is beugrott a szerepébe, aki mindhármunkkal próbált. Ennek az lett a következménye, hogy egy kicsit kitikadt, és hát megkérdeztem, hogy mikor van, hogy te most jelzed, amit csinálsz, hogy rendesen csináljuk. Hát a hadszeretet próbáltuk, amikor összeverekszik ugye Sirkán és Maugli. És akkor én még így beálltam, így csinálgattam, és az Zoli ilyen picit ilyen slendrián nagyképűséggel megkérdezte, hogy te most csak így jelzed, vagy csinálni fogod rendesen. Mondom, Zoli, most még csak így jelezgettem, hogy nehogy lesérüljek. Majd ő megmutatta rendesen, és hát lemegy Spárgába. Ugrottam egy nagyot, elgördül előlem a Maugli, és egy nagy tócsát láttam, odaizzadt a színpadra, repültem, így meg kellett volna állni, ebből lett ez! Mennyire mentem le? Ennél sokkal jobban, de most nem mutasd meg szerintem, mert még ilyenkor könnyű rásérülni. Egyébként furcsa látvány volt, mert az ember azért így a színházban megszokta azt, hogy valaki lemegy Spárgába, bár azért... De nem a Zolitól. Így is úgyis extrém, de azt én évente egyszer megyek le. Nem hittem a szememnek, hogy Jézusom, ez pont te vagy. Ő se hitte el. Egyébként nem fájt neki először, hanem így nézett, hogy itt néz, ez az én lábam, itt az, meg, az is az enyém ott hátul. Megijedt. Indulhat a dal. Tapsolni amúgy, bassza! Azaz! Mit szólsz, ha a dzsungel nem ad se vizet, se vadat, és nem akad egy halat sem? Mit szólsz, ha mindent elragad, és kitöröd a tökevő hiéna had? A hírnevedből nem marad semmi, semmi! Vadászból préda leszel, mit teszel? Megfojt egy idegen, a saját földedem földön utó leszel.